Nyíregyháza Spartacus FC a korábbi nyilatkozatainak megfelelően a klub 2015-16-os licenckérelmét elutasító MLS határozatok hatályon kívül helyezése érdekében keresetet nyújtott be a jogszabály szerint illetékes bíróságon, áll a klub ügyvezetőjének közleményében. A csapat méltánytalannak tartja az élvonalból történő kizárást, és jogi úton szeretné bebizonyítani igazát. Közben a keretben is van változás, a nyár elején még úgy tűnt Pákolisz Dávid is marad Nyíregyházán. A támadóval szóban megállapodtak a vezetők, de végül aláírásra mégsem került sor. A június 30-án lejáró szerződést nem hosszabbították meg a felek. Az elmúlt héten 10 fiatal játékos is a Sparival kezdte a felkészülést. Érkeztek próbajátékosok is, Jagodics Bence korábban a Haladásban és Pápán szerepelt, Tóth Dániel pedig a Paks és a Szolnok támadója volt. A kerettel készül Kapacina Kevin, aki honvédnevelés, és Pölöskei Péter, aki a Ferencváros, a Debrecen és a Pécs játékosa volt. Szintén Nyíregyházán tréningezik Luis Ramos és Rudolf Gerge is. Jelenleg még egyiküknek sincs csapata, így megkérték a Sparit, hogy részt vehessenek az edzéseken. Mivel jó a viszony a labdarúgókkal, a klub ehhez hozzájárult. Szerdán érkezett Nyíregyházára Marko Milovac. A támadót és a többi próbajátékost is szombaton a Nyírbátor elleni találkozón tesztelik, és amennyiben Mátyus János javaslatot tesz rá, szerződést ajánlanak nekik. Az edzőmeccset Örökösföldön rendezik 10 órától.